Na, sziasztok srácok, akkor folytassuk a GTA 3 végigjátszását. Ez már a második rész. És akkor folytatjuk a néma antihősnek a kalandjait, illetve megtudjuk nem sokára azt is, hogy hogy fogunk bekerülni a Salvatore családnak a munkásai közé. Mert most per pillanat csak Joey tud nekünk küldetést adni, aki ugye Salvatore-nek a fia. És Joey-n keresztül fogjuk majd megismerni, úgy emlékszem, Tonyt, ugye a Liberty City Stories-nak a főhősét. Igen, benne van ő is, csak egy picit máshogy néz ki, mert összeszedte magát, úgy emlékszem. De most akkor jöjjünk ide Joey-hoz. Csinálunk egy küldit. Így inni. Na, meg is érkeztünk. Fecsegő Mike utolsó vacsorája. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Mm-hmm. Luke Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Hogyne, együtt szöktünk meg. Bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, you won't be eating forever. Azt mondja, dagadt majom nem zabál örökké, tehát időre megy a küldetés. Így van, van 6 percemre. Na, el kell mennünk akkor a Szent Márk Bistróhoz, ami ott van fent a Salvatore-tól nem messze, ugye fenn a dombon. Még az a szerencse, hogy nincsen olyan hú de messzi. Mert itt elfordulunk szépen jobbra, így inni. És itt is van a Szent Márk Bistró fenn a kanyarban. Jó helyen van egyébként. Így, ide szépen igényesen leállunk, elviszük ezt az Idaho-t, azt hiszem ez Idaho, csak valami Chevy-nek, vagy nem is tudom minek van fordítva. Menj, menj már innen, légy szíves. Nos, ennek a küldetésnek van egy nagyon-nagyon majdnem szerethető tulajdonsága, az, hogy az autót nem szabad egy picit sem összetörni, mert akkor el kell mennünk még megjavítatni még külön, és azok fölösleges utak lennének. És nem ajánlatos egy autót összetörni úgy, hogy időre megy a küldetés. Úgyhogy óvatosan kell bánni ezzel a drágasággal. Szépen itt felszereljük bombával, így van. Erre csak azért emlékszem, mert mikor fiatalabb voltam és játszottam a játékkal, összetörtem az autót, és az a 6 perces küldetés, ez majdnem, hogy lejárt az idő. Tehát én kétszer át kellett festetnem az autót, valami ilyesmi volt. És innen még elmenni az autófényezőbe, meg még utána vissza ide. Nem jó. Tehát ne törjétek össze az autót, inkább vezessetek lassan, óvatosan. Na, elvileg, hogy kattintok, akkor aktiválom a bombát, ki kell szállni belőle. Csávónak nem fog feltűnni egyébként, hogy máshogy áll az autó, mint ahogy ő leparkolt, szerencsére. Anyád, mint egy jól lakott tovodás, úgy sétál le azon a lépcsőn, figyeld már. Így, jó belaktam. Mint én tegnap a KFC-ben. Bum! Ez az! Na most, amit nem értek. A csávó tartozott Joey-nak. Anyádat! Anyádat, és így a rendőr oda is pofán vág. De miért? Hát nem csináltam semmit. De most mi? Rendőr bácsi, ne bánts! Valaki leszedhetné róla. Jó van, LCPD, jó van, szállj már le rólam, bazd meg. Mindjárt előveszem a baseball ütőt, azt leverlek. De egy kitartó, hallod? Előveszem a pisztolyt, és még mindig fut utánam. Most ilyenkor mi a szar van? Az a baj, hogyha most kocsit lopnék, kirángatna belőle. Anyádat! Erre pont szükségem volt, javár, nem. Add az autódat, légy szíves. Csá,
Még jó, hogy ebben a részben nem tudják kilőni a kerekét az autónak. Az a Vice City-ben jött be. Mi? Mi történik? Mi történt? Most valahogy le kéne rázni a rendőröket még a küldetés előtt. Anyátokat, anyátokat. Kéne nekem valahol olyan hülye csillag. Bocsánat, bocsánat. Bocsánat. Az ott olyan csillag. Vagy az mi az? Nem, az ilyen hülye iszé, kapszula, attól belassul minden. Na várjál, mindjárt jövök és elmentem a játékot, hát ha az leveszi a körözést. Egy próbát megér. Tehát, hogyha elmentem a játékot, így, igen. Nézzük csak. Nem, nem veszi le a körözést, de jó. Hát ezt benéztem. Ez nem vette le a körözést. Annak nem örülök. Két csillaggal meg nem akarok küldetést indítani. Anyád, de kemény ez a köd. Már ilyen csak. Valahol itt van az a sikátor, nem? Hú, bazd meg. Menj már! Valahogy le kéne rázni ezeket a rendőröket. Az autó fényező. Hol az autó fényező? Valahol itt erre van. Valahol erre van az autó fényező. Igen, itt lakik Tony. Hol az a kurva autó fényező? Így gondol egyet, az autó is felborul. Ó, Istenem! Két csillagot már nehezebb lerázni. Jó, azt a csomagot most nem akarom felvenni, de kellett egy gyors jármű, amivel el tudunk menekülni. Ez a Dodge Viper, ez pont jó lesz. Fú, várjál, már elfelejtettem, hogy hol a fényező. Basszus kulcs. Nem, nem erre van. Aj, a francba, elfelejtettem, hogy hol van. Bocs már! Hol az a rohadt fényező, bassza meg? Valahol erre. Pedig valahol itt van jobbra az a rohadt fényező. Geci, és így három csillag. Hát ezt nem hiszem el. Ez lehet, hogy rohadtul nem is erre van, csak itt keresem. Nem, egyszerűen nem találom a fényezőt, bazd meg, nem. Ezt egyszerűen nem hiszem el, érted? Most még azt a sikátort se találom, ahol az a szar van. Semmi. Na mindegy, nem érdekel. Hol az a küldetés? Bevállalom, geci, három csillag.
laggal. Nem. Ezt három csillaggal biztos, hogy nem kéne. Akadjatok már le rólam, baszki! Itt a sikátor, ezt kerestem. Ez az. Még kellenek ilyen csillagok, hogy le tudjam rázni őket. Persze. Pont akartam mondani, hogy gyertek, lövöldözzetek még egy picit. De ez, hogy még a fény... Itt a fényező, pont a házunk mögött, bazd meg! Jó, ezt meg kell jegyezni, hogy az autófényező a házunk mögött van. Ú, a rohadt életbe. Jó, a fényező a házunk mögött van. Itt mentem el mellette, baszki, hányszor, úristen. És az első részben még mondtam is, hogy most már azért a város nagyjából ismerem, és tudom, hogy mi merre van. A nagy francokat tudom. Ha tudnám, akkor egyből ide jöttem volna átfújatni az autót. Most kurvára $1000 került, hogy a rendőröket lerázzam magamról. Na nem baj, de legalább most már itt van Joey. Most már tudunk anyát. Viszla Chunky Lee Chong. Az ki? Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details anyway? He's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Hogy ne tudnám. Watch your back in Chinatown. Itt nem triád van, hanem triász. Ki kell nyírni egy csávót a kínai negyedben, mert... drogot árul. Még mindjárt elhiszem, basszus, hogy rendes emberek ezek a mafiák. Azt mondja, hogy... elmegyünk a fegyverboltba. Veszünk egy kis lőszert magunkhoz. Biztos, ami biztos alapon. Remélem, ezek rám lőnek. Tehát itt mögötte van egy pisztoly. Anyádat, remélem nem rám lőttök. És azért remélem, az a kevés lőszer, ami most nálam van, elég lesz kifingatni egy dagadt faszt. Na. Kínai negyed. Arra viszont emlékszem, hogy inkább a másik oldalról érdemes bemenni hozzá, mert anyát picsáját, mert itt parkol az autója, és hogy ne erre fusson az autó felé. Aha, ott a standja neki, így van. Onnan árulod a kis punk rohadt anyját. Anyádat. Ennyi, $10,000. Ez az. Most innen a kínai negyedből ki kéne húzni nagyon gyorsan, hol volt az autóm. Mert arra most nagyon nagy szükségem van. Kell nekem az az autó. Várjál, valahol itt volt. Anyád, és már így krétával körbe is rajzolták a holttesteket. Ezek gyorsak voltak. Na, akkor irány vissza Joeyhoz. Mert most már majd lassan meg fogjuk ismerni Tonyt is. Azt tudom, hogy sokat változott a 2-3 év alatt Tony. Csak kíváncsi vagyok, hogy mégis mennyit. Van Heist. Ajjajjaj, erre emlékszem, ezt nem szerettem. Ezt a küldit nem szerettem. Van egy pénzszállító autóra kell lecsapni. És persze golyó álló. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Huh. Kicsit füstöl az autó, ez nem fogja sokáig bírni egyébként a pénzszállító ellen.
Valami nagy autó kéne egyébként. Na ide, merre mész, bátya? Jobbra vagy balra? Jobbra. És így megfordul a zsivány, a rohadt anyádat. Nézd meg, hallod? Neki akarok menni frontálisan, és nem tudok. Anyád, és egy oszloptól gyulladt ki az autó. Aj, ez a Stallion, ez nem a legjobb autó. Ez csúszik nagyon. Na, erről beszéltem. Az autó az ennyire ki tud csúszni. Meg kipördül. Ó, a rohadt anyátokat, hülye rendőrök, menjetek már innen. Sérülés, ingyen, az nem sérülés, hanem az őröknek a beszaró métere. Jó, fussatok el a bánatba. Takarodj, nyomjatok ezt! Hallott, golyóálló elvileg az autó, mit lövöldöztök rám? Elvileg golyóálló. Anyád. Na szóval. Megvan a furgon, most le kell szállítanunk valahová. Valami dokkhoz kell elvinni? Ja igen, ezt a dokkokhoz kell elvinni, úgy emlékszem, azt mondta Joy. Akkor várjál. Itt az ammunition, most nem megyünk be. Bocsánat, nem így akartam. Teljesen family friendly. Áj, vedd már a kanyart, nem itt kellett volna elfordulni a kurva életbe. Pont a rendőrség mellett kell elmennem nekem is. Ahol a legtöbb rendőr van. Menj már anyádba! Na. Fú, ezek a rendőrökkel meg fog gyűlni a bajom rendesen. Vedd a kanyart. Így a semmiből kijön egy rendőr falon keresztül, geci meglátja, hogy jövök. Fölcsapja a szirénát és kivág elém. Nem baj, már itt vagyunk a célegyenesben. És hát csak be kell parkolni ott az egyik raktárba. Nyisd már az ajtót gyorsabban! Ja, már nincsenek rajtam rendőrök. Szállj ki a kocsiból. Úgy lesz. Oh! 20 ezerért! Meg is érdemlem azt a 20 ezeret. Mondom, gazdagok leszünk, mire végigvisszük a játékot. Valami 50... 50 valahány ezer. Várjál? Elburró kedvező ajánlatot tenne. Menj a telefonhoz a Hepondomságon, ha többet akarsz tudni. Jó. Ó. Oh. Miért nem állt meg? Na mindegy, itt egy Hummer. Én azt elviszem. Super save. Ez majdnem olyan, mint a GTA 2-ben a Jesus save. Lehetett menteni, nem is. Hazafia, mi van? Nem már, én azt hittem, hogy az autó ez csak úgy van. Ó, a franc, a fene gondolta, hogy ez ilyen üzi mellékküldetés. És ha kiszállok belőle? Ez már neked túl nehéz? Nem nehéz. Gondoltam, ha egyszer elbukom a küldetést, akkor nem tudom újra elindítani abban a pillanatban. Oh, nem, akkor ezt az autót nem viszem el. Akkor ezt visszük el. Persze, ebben meg sziréna van, vagy mi riasztó. A rohadt életbe. Szóval ott a radaron a telefon, majd azzal is fogunk foglalkozni egy picit később.
Azt, ha minden igaz, verseny lesz. De most Joyhoz jövünk. Gyere, Joy. Trenton. Állj meg. Így inni. Cipriani sofőre, ez az, itt van Tony. Ott van Tony, hogy összeszedte magát egyébként két év alatt? Ilyen kis pufi lett. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? És így már leszpoilerezte a következő küldetést, hogy vezetnem kell majd. I got a bit of business to take care of. Those washer women ain't been paying their protection money. And watch the car, Joey just fixed this junk heap. Okay. No fancy crap, okay? Jó, vigyázzunk rá, megígérem. Itt van Tony! Kicsit összekapta magát, nem? Emlékeztek még rá, hogy nézett ki a Liberty City Stories-ba? Mert én igen. 2-3 év alatt olyan duplája lett az ember. Jó van. És így baseball ütővel megy be a masodába. De milyen kemény, hogy szépen lazán besétál. Anyád, és így elkezdték lőni szájban, nagyon gyorsan szúzzunk innen a vérbe. Viszlek, viszlek, ne aggódj. És ez a belépőm Cipriani családhoz. Tehát ezzel, hogy én most itt Tonyt kihúzom a szarból, ezzel ő egy nagyon fontos küldetésadónk lesz a játék során, illetve rajta keresztül fogunk Salvatorehoz bejutni, aki szintén egy fontos küldetésadónk lesz a játék során. Na. Menj már innen, anyádba, így keresztbe fordulsz előttem, hülye! Na. És emlékeztek, a Liberty City Stories-ban itt lakott az anyja. Jaj, Tonynak megvan még mindig a jó dumája. 3000. A küldetés sikerült, 3000 pénz. Na, mivel Joey azt mondta, hogy menjek vissza, mert van valami sofőr munkája, várja. Van Uzi raktáron a fegyver nemzetben. Na, jó. Bazd meg, Tony, összetörtem az autódat. Ugye nem baj? Anyád így, abban a pillanatban, hogy elkezd esni az eső, már csúszik a fű. Na, elvileg Joey azt mondta, hogy van egy sofőrmunkája a számomra. Majd mindjárt kiderítjük, hogy mi is az. Hallott fráter a csomagtartóban? Tudom, melyik az. Emlékszem, amikor először ezt a küldetést csináltam. Be voltam szarva, hogy úristen, egy hulla van a csomagtartóban, mert tiszta vér volt a csomagtartó, meg még talán a keze is kilógott a hullának. Jó. Miért nem lenne egyszerűbb csak felrobbantani az autót? Ja, ez ilyen izé? Aha. Jó. Tehát, mivel pont elindítottam a küldetést, és nem láttuk a csipogónak a... az elejét. Tudom, hogy mit írt ki. Ti amúgy se látjátok, mert ott van a facecam. Az a lényeg, hogy hogyha a városban látunk ilyen páncélkocsikat, akkor le lehet őket szállítani jó pénzért. Na most itt az autó. Igen, a keze az nem lóg ki. Viszont véres a csomagtartó. Ott lehet látni. És hogyha ütközünk az autóval, és összetörik a hátulja, akkor onnantól kezdve viszont be lehet látni, hogy ott a holttest. Most ezzel nem biztos, hogy észre kell, hogy vegyenek a rendőrök. Csak ez egy a baj, hogy ez az autó, ez kurva lassú, és amivel meg ők jönnek mögöttem, azzal folyamatosan lögdösnek.
és ki fognak pörgetni. Ki fogok pördülni, abban a pillanatban, hogy ennél a ebben a kanyarban. Ebben a kanyarban, hogy beérek, és hozzám érek, abban a pillanatban. Figyeld már, itt van még mindig az autó. Ott, amit ott hagytam, Stallion, még mindig ott van, amivel a páncélkocsit törtem össze. Ne borulj fel, légy szíves! Most óvatosan, itt nem akarok leugratni, mert nem merem megkockáztatni, fejezd már be a lökdösést! Inkább hosszabb úton jövünk le. Jó, kiszállok az autóból. Ők hol vannak? Az autó az mindjárt belezúzva a hullával együtt. 44 HP van, el kell menni a kórházhoz. Zúzd már be az autót, azt azért még megnézem. Gyerünk, zúzd. 10 000 dollár, ez az. Most akkor innen kijövünk, és elvileg itt van az a Dodge Viper, így van. Ott az üveg mögött van a Dodge Viper. Legalábbis arról lett mintázva az autó. És ott van a rejtett csomagunk is. Az első, amit fel fogunk venni a játék folyamán. Lőd már ki az üveget. Na végre. Igen, ebben a játékban is 100 darab rejtett csomag van. Egyedül azt hiszem a San Andreasban volt több. Mert ott nem ilyen rejtett csomagok voltak, hanem patkók, meg osztriga, meg a graffiti ugye. Na várjál, kórház kell nekem. Hol a kórház? Megkeresem a kórházat, mert arra most szükségem van. Életet kell tölteni, mert utána meg elmegyünk megint Joeyhoz. Kórház, hol vagy? A kórház úgy tudom, itt van. Igen. A kórház itt van, full HP. És akkor visszamegyünk megint Joeyhoz. Mert még mindig van valami a számunkra. Ami nem baj addig, amíg jól fizet. Na. 6 és 2 között. Bazd meg! Reggel 6. Jól van. Legyen. De mi lehet az? Mi olyan fontos küldetése lehet, amihez muszáj, hogy nappal legyen. Kár, hogy ebben még nem csinálták meg azt, mint a GTA 5-ben, hogy az adott napszakhoz tekerte az időt egy bejátszáson belül. Mindegy, fejlődik a játékipar itt még. Örüljünk, hogy egyáltalán ez a játék 3D-s volt, meg nem felülnézetes. Na, akkor csinálunk 2 darab mentést. Igen. Mert most lesz este 10 óra, így van. És hogyha mentek még egyet, a francot, 3-at kell ott csinálnunk. Igen. Az 10 óra lesz. 3 mentést kell csinálnunk, így van. Akkor olyan 10:30, így van. És 2-ig oda kell érnünk Joeyhoz, hogy el tudjuk indítani azt a melót. Hát 2-ig csak odaérek már ezzel az autóval, ha ne szórakozzál velem. Joey, sietek! Ahogy tudok. Na. Gyerünk, ez az, nagyon jó. Simán odaérek. Gyerekjáték. Vedd a kanyart, ez az. Fordulj jobbra. Bocsánat. Itt óvatosan, ne törjük össze az autót. Lehet, hogy szükségünk lesz rá. És ide értünk. Na, a menekülés. Bazd meg. Minden autót meghajtanék.
Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock, not a minute after. Bankrablás, ez az. Azt mivel kell mennem? Bankot fognak rabolni a srácok, és én leszek a sofőr. Ó, bassza meg. Bocs! Bocs! Ne! És már füstöl az autó. Nem bírja a törést. Jaj, ne! Olyan autó kell, amiben több ülés van. A francba. Ezt majd Salvatore-val lebeszéljük, jó? Hát dudáltam, basszus. Akkor 3 ember fog jönni bankot rabolni. És már a zsákot van a fejükön. Jó, megyünk a bankhoz. Maze Bank. Ebben is Maze Bank van. Jól hallottam, azt mondta. Na, mindjárt megnézzük. Ebben úgy tudom Liberty Bank van, nem Maze Bank. A Maze Bank a GTA 5-ben van. Tudom, mert ott vettem irodát. Pont nem úgy néz ki, mint egy bank egyébként. Hadd járni a motort, nem időzünk sokat. Úgy lesz, csak iparkodjatok. És nézd meg, bankot rabolnak, és itt áll meg a rendőr, bazd meg. Hallod? Ennyire pekkes csak én lehetek. Ennyire pekkes csak én lehetek. Le kell rázni a rendőröket. Megoldom, tehát. Korábban már volt róla szó, hogy hol van az autófényező. Eljövünk erre a főúton. Anyádat, anyádat. Mert valahol erre van ugye a házunk. Egész pontosan itt van a lakásunk, itt eljövünk jobbra. Így van, és valahol itt az autófényező. Így van. Ennyi, le vannak rázva a rendőrök. Három csillagot egyébként kurva nehéz lerázni. Csak úgy simán menekülve. Sőt, lehet ezekben nem is lehetett ezekben a részekben. Figyelj, túlélte mindenki. De miért csak ketten szállnak ki? Hárman jöttek. Hol volt a harmadik? A szolgáljunk lelőtték benne a bankba. A balfasz. Na. Csináljam meg ezt. Ez csak egy autóverseny. Csináljuk meg. Turizmo. This is El Poro at the Diablo. You are new in Liberty, but already you are. Hát bazd meg, amilyen körökben mozgok, nem csoda, hogy nevem van már. Épp csak a nevem nem tudja senki. Get yourself some wheels and first through all the checkpoints wins the prize. Mondtam, erre emlékeztem, hogy ez verseny. Szóval szerezz egy autót. Szereztem. Ez elég jó lesz. Ha meglátják, hogy egy maffia sentinellel megyek oda, szerintem hagynak majd nyerni. Nem, egyébként ebben nem maffia sentinell, de ebben a maffia sentinell, tényleg. A Liberty City-ben ugye a Leoni sentinell volt, ebben maffia sentinell, ugye az eredeti neve ennek az autónak. Csak ugye a magyar fordítás nem úgy fordította le. Na nézzük, Cheetah. 3 darab cheetah-val kell. Jelzi, és úgy időzítettem a rajtot, mint a GTA 5-ben, hogy turbóval induljak. Csak ebbe ugye még nincs. Mi az, hogy második? Nem szeretem a második helyet. Az első helyet szeretem. Ebben nem csipog a checkpoint, ha átmegyek rajta.
Ne basz. Az nem jó. Mi van, hogyha kihagyok egyet? Nézd meg, mit csinál. Kilöki elém a taxit. Menj már anyádba. A kurva anyádat. Nem baj, legalább hibázik a PC. Már az NPC, bocs. Azaz. Nagyon jó lesz. Átvettem az első helyet, innentől kell. Én ezt már nem adom át senkinek. Egy pillanatra, egy másodpercre sem. Úgy. Szia, Tony! Mindjárt jövök. Azt, vedd már a kanyart. Öcsém, hozhattam volna egy másik autót is. Még mindig elsők vagyunk. Vedd már a kanyart, hallod-e? Öcsém. És a nagy versenyautókat egy ilyen szar BMW-vel, bocsánat a BMW tulajdonosoktól, de egy ilyen fosos izét BMW-vel hagyok le, ilyen izéket, ilyen lambókat, meg a fene tudja mik ezek. Hát maradjunk annyiba, hogy egy Sentinel, meg egy Cheetah, nincs egy súlycsoportban ebben a játékban. Egyik részben sem. A Cheetah sokkal rosszabb, sokkal gyorsabb autó, mint a Sentinel. A GTA 5-ben is nem véletlenül szuperautó. Még mindig elsők vagyunk. Mondtam. Első helyre kerülök, onnantól kezdve nincs menekvés. Onnantól már csak nyerés van. De miért úgy írja a versenyidőt, hogy 140? Gondolom a másodperc. Jaj, az utolsó ellenőrző ponton tolatva menjek be, vagy hogy menjek be. Így driftelve. Nyertem. Ki gondolta volna? Na szóval. Elmegyünk haza. Elmentjük a játékot, pihenünk egyet. Így. Ez az. Akkor én ezt az autót be is rakom a garázsba. Megjavítjuk. Azt a rohadt életbe. Így. Ez az. Elmentjük, srácok. Így van. Úgyhogy én viszont el is köszönök tőletek, mert ez a rész ez hosszabb lett, mint terveztem. Ugye a rész elején az a üldözés rendőrökkel nem kellett volna, mert azzal sok idő elment. Illetve ez a verseny is elvett az időből egy kicsit. Nem terveztem, de mivel ott voltam, megcsináltam. Úgyhogy ez egy ilyen 38 perces rész lesz. Olyan fél órásra terveztem, na mindegy. Hogyha tetszett ez a rész nektek, akkor nyomjatok egy lájkot. És iratkozzatok fel a csatornára, azt ne felejtsétek el, mert nem sokára jelentkezem a következő résszel, remélem. Úgyhogy ennyi. Sziasztok!